Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Galgahivízi második kemencés napunkon, amelyen reméljük, hogy legalább annyira jól fogják érezni magukat, mint a tavalyin. A helyi csoportjainkon kívül láthatnak majd vendégfellépőket is, és a tavalyihoz képest annyival bővül ki a műsor kínálata, hogy mesemondókat is hallhatnak majd az iskolából. De most akkor először a Kisbetyár egy néptánc csoportot láthatják, akik galgamenti táncot adnak elő. Balla Tíme a felkészítőjük. Következzenek tehát ők. Holnap lészen a második napja, a
köszönjük szépen, ők voltak a Kisbetyár Tánc Együttes legfiatalabb korosztály, és azt kell róluk tudni, hogy nagyon sok az elsős, olyan is van, aki csak pár hónapja kezdte a táncot, és amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy improvizáltak, tehát ez egy, nem egy koreográfia volt, hanem azt a tánckincset, amit Galga Hévízen őrzünk, azt ők már saját maguk egyedül megmerik próbálni. Köszönjük szépen a tapsot az ő nevükben is. És szeretnénk adni a Kisbetyár egy tánccsoportnak, illetve a vezetőjüknek, Balla Témának, egy emléklapot a Kisbetyár egy részére a kemencés napon való részvételért. Köszönjük szépen! Most pedig akkor mesét fogunk hallgatni. Mrekva Hédi Hannától hallhatják a Sejplány című mesét. A három sejplány. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy özvegyasszony, de nem magában élt, hanem volt neki három lánya. Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a három olyan sejpesen beszéltek, mintha egy foguk se lett volna. Már ugyancsak eljött az ideje, hogy férhez menjenek, de amint megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer csak egy idegen legény jött a faluba leánynézőbe. Elkommentálták az özvegyasszonyhoz is. Az asszony mindjárt kelvét tett föl, hogy majd megkínálja az idegen legényt. Be is állított a legény, még a széket is letörölték neki. Beszélt annyit az öreg asszony, hogy a legény szóhoz se tudott jutni. A lányok meg csak hallgattak, mint a tojásban a csirke. Egyszer csak elkezdett futni a tej. Elkiáltja magát a nagyobbik lány. Putati, putati! A közbűső mindjárt rákezd. Ne fúj, te nem papa, bepéni! De a legkisebb se hagyja. De drága a tej, pédé, adják! A legény meg csak nézett céljel, és úgy elment, hogy még a kávét se várta meg. Talán még most is házasodik, ha eddig nem, meg nem házasodott. Légy szíves, gyere, légy szíves, Hédi, mert neked is szeretnénk átadni egy emléklapot. Köszönjük szépen! Újabb mese következik a harmadik osztályos Kis Dóra előadásában. A kincset érő drága cicák. Élt egyszer Firenzében egy szegény kereskedő. Ez a kereskedő egy nap úgy döntött, hajóra száll szerencsét próbálni. Éppen egy kikötőben sétált, amikor megpillantott egy fura öltözetű férfit. Látja ám a mi kereskedőnk, hogy ez a fura öltözetű férfi kipont egy zák száját, és két kis cicát húz belőle elő. Már látja a kereskedő, hogy már majdnem bedobta őket a tengerbe, mikor előhúzta a kereskedő a pénzes zacskóját, amiben összesen egy aranydukát volt. Kivette és odaadta az idegennek. Többet nem tudok értük adni, de nagyon megsajnáltam a két kis jószágot. Az idegen megköszönte a pénzt, és zsákostól átnyújtotta a két kis cicát. A kereskedő még aznap hajóra szállt, ami idegen szigetekre hajózott. Pár nap múlva egy gyönyörűséges szigeten vetettek horgonyt. Három úti társával elindultak felfedezni a szigetet. Alig fél órányi séta után egy nagy, hatalmas bambusz építményhez értek, ami a királyi palota volt. A király éppen kint állott az ajtó előtt, és meghívta őket egy estebédre. Ezüstányérokon hozták be nekik a fácánt, halakat, banánt, kókuszdiót, ananászt. Épp, hogy nekiláttak volna az evéshez, egerek százai futottak elő a palota különféle sarkaiból. Bizony, sóhajtott a király, vannak ilyen váratlan, hívatlan vendégeim is. Fele királyságomat odaadnám annak, aki megszabadítana ezektől az átkozott egerektől.
A kereskedő egyet térült, egyet fordult, és ismét a palotában volt. Engedje meg, királyom, hogy ezt a két kis jószágot hódulatom jeléül átadjam önnek. A király éppen, hogy csak kibontotta a zsákot, az egerek cincogva szaladtak, amennyien voltak annyi felé. A két kis cica sem volt emrest, nyakon csípte valamennyit. Ettől a perctől fogva nyugodtan ebédelt mindenki a királyi palotában. A kereskedő hatalmas nagy vagyonnal tért haza Firenzébe, ugyanis a király betartotta ígéretét, és neki adta fele királyságát. Történt egyszer, hogy a kereskedő egyik barátja meghallott ezt a nem mindennapi szerencsét. Fok azon morfondírozott magában, hogyha az kereskedő két kis cicáért kapott ennyi tömérdeknyi kincset, ő a sok kincsért ezerszer annyit kap. El is indult tehát a hajóval. Pár nap múlva ő is a szigeten épségben ott volt. Ő is meglátta ezt a hatalmas nagy bambuszépítményt, és a királyhoz így szólt. Királyom, hoztam neked ezt a kincset. A király őt is meghívta egy gyönyörűséges estebédre, és hogyha miután elköltötték a vacsorát, két szerecsen jelent meg egy bársony párnával, aminek két kis cica szunyókált. Én a legdrágábbat adom neked a kincsedért. Ugyanis ez a két kis cica az én birodalmamban minden aranynál, minden drágakulnál többet ér. Tehát a király átadta a két kis cicát. Mit tehetett a kereskedő barátja? Lógó orral és koldus szegényen hajózott haza Firenzébe a két kincset érő drága cicával. Köszönjük szépen neked is, Dóri! Most akkor Holli Laura következik. Ő fog mesét mondani nekünk. Arra a híres cinkota, hogy réges-régen élt ott egy nagyra vágyó plébános, aki fejébe vette, hogy püspök akar lenni. Na, ahogy ezt gondolta, tollatpapírt ragadott, és levelet írt Mátyás királynak. Megírta, hogy ő már épp eleget plébánoskodott. Tegyék őt meg püspöknek. Harmadnap jött is a király válasza, bíbor szalaggal átkötött aranybetűkkel írt levélben. Lehet püspök a cinkotai plébánosba? De csak akkor, ha felmegy Budára, Mátyás szín elé, s ott választad erre a három kérdésre. Először is, hol kell fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Legvégül pedig, mit gondol a király? Ha ezekre választad, püspökké teszik. Ha nem, akkor még a plébánosságban is kivetik. Elolvasta levelet a plébános, és nagyon nagy búnak eredt, mivel hát nem tudta a válaszokat. Látta ám a kántor, hogy a tiszteletes úrnak nagy bánata van. Mi bántja ennyire a tiszteletes urat, hogy így búnak adta magát? Plébános elpanaszolta, hogyan járt Mátyás királlyal és a püspökséggel. Emiatt egy cseppet sejtje magát, válaszolta a kántor. Adja ide a reverendáját, majd én felmegyek Budára, Mátyás szín elé, azt felelek neki. Vonakodott a plébános, de végül csak odaadta a reverendáját. A cinkotai kántor pedig felment Budára, s Mátyás szín elé járult, mint cinkotai plébános. Na plébános úr, hol kell fel a nap? Kérdezte a király. Felségednek Budán, nekem cinkotám. Aztán mennyit érek én? 29 ezüstöt. Miért pont 29-et? Amikor Júdás elárulta Jézus Krisztust, 30 ezüstöt kapott. A király nem ér annyit, mint a megváltó, egy ezüsttel olcsóbb. És arra mi a válaszod, hogy mit gondolok én? Felséged azt gondolja, hogy a cinkotai plébánossal beszél, pedig én csak a cinkotai kántor vagyok. Megtetszett ám a királynak az okos beszéd? Megkérdezte hát. Na fiam, amiért ilyen okosan válaszoltál kérdéseimre, teljesítem egy kívánságodat.
Mi legyen az? Szeretettel midogálni a kántor? Rávágta hát. Én felségettől azt kérem, hogy cinkotán kétszer akkora legyen az itce, mint máshol. Rögtön törvényt is hozott a király, hogy cinkotán kétszerezzék meg az itce méretét. Mire a kántor hazaért, cinkotára már készen is volt a cinkotai nagy itce. Csak azt felejtette elkérni a kántor, hogy az itce borára ne legyen kétszer akkora, mint eddig. Így történt hát, hogy a cinkotai pap még mindig plébános, és a cinkotai kántor még mindig szomjas. Köszönjük, Laura, neked is! És akkor most Vanó András polgármester úré a szó. Úgy gondolják a lányok, hogy nem maradhat el a mai nap anélkül, hogy én ezt szóljak egy szót se. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy gondolta, hogy megtiszteli a mai eseményt nálunk, a közösségi udvarba és a kemencési napon. Én ezt hagyományőrző, hagyománytartó és hagyományértékelőre szerettük volna létrehozni. Úgy veszem észre, hogy a törekvésünk jó volt, és jó is lesz, mert egyre többen látogatják ezt a napot, és bízunk benne, hogy jövőre már egy még szebb, még normálisabb környezetben tudunk találkozni, ami igazándiból ki fogja mutatni azt az autentikusságot, ami a hagyományőrzéssel kapcsolatos. Iparkodunk régi és megújított tájházat létrehozni ebbe az udvarba, és minden olyan kényelmet és lehetőséget biztosítani gyerekjátékokkal és majd egy hátsó színpaddal, hogy ez az új telepi rész egy méltó helye legyen annak, amit Galga Hévíz képvisel, a Galga Mente képvisel, egyre több együttest tudjunk ide meghívni, és egyre több olyan műsort tudjunk ezen a közösségi udvaron létrehozni, amivel megörvendeztethetjük akár a kicsinyeinket, nagyainkat, és élvezettel jönnek el hozzánk. Nem csak kemencés nap ez a mai, összevonunk itt minden tavaszi ünnepet, amit lehet, és még teszünk hozzá, hiszen annyira egymás után jönnek az ünnepjeink és a programjaink, hogy néha már nem tudjuk, hogy januárban most az új évet kezdjük köszönteni, vagy farsangolunk, vagy éppenséggel kemencés napra készülve már a pünkösbe is be kell szólni, de hát szépen kialakul ez Galga Hévízen. Még egyszer nagy tisztelettel köszönöm, hogy meglátogattak bennünket, látogassák meg a főzőket, nézzék meg a gyerekjátékokat, és fogadják nagy szeretettel a többi műsort is, és kívánom, hogy jól érezzék magukat a mai délutánon. És akkor most a kisbetyár középső csoportja következik, ők már nagyobbak, már az alsó tagozat negyedik osztályától fölfelé és felső tagozatosok. Ők is galgamenti táncokat fognak előadni. Thank you.
Köszönjük szépen, örülök. Annyit szeretnék elmondani, hogy egy friss csoport, az idén alakultak. Egy köztes korosztályt próbálunk most létrehozni, a kicsik és a legnagyobbak között, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, én is gyerekek, ügyesek voltatok. És mi is köszönjük a Kisbetyár középső csoportjának, Balla Tímeának, hogy itt voltak, felléptek, bemutatták tudásukat. Köszönjük még egyszer. Újra mesével folytatjuk a sort, Péli Gréti következik. Petőfi Sándor Arany Lacinak. Laci, te hallod-e, jár ide, jár, ha mondom, rontom, bontom, de ülj meg itten az ölemben, de nem osszony, mert különben megtalállak csípni. Íni, ugye fájt, hát ne kiabálj, szájadat beted, és nyisd ki a füledet, nyisd ki azt a kis kaput, s majd meglátod, hogy mi fut rajta át a fejedbe. Egy kis tarkalepke kis mese, szállj be Laci fejébe. Volt egy ember nagy bajuszos. Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt víz a vederbe, kapta magát, s telemerte. De vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia? Vagy ihatnék? Nem bizony. Telt vederrel a kezében, a mezőre ballack szépen. Ott megáll és körülnézett. Elnye, vajon mi szemlélhet? Tán a fényes déli bábot? Hisz, hogy ott már sokat látott? Vagy tán a szomszéd falu tornyát? Hisz, azon meg nem sokat lát? Vagy tán azt az ember, ki amott a kendert áztatóba hordja? Arra sincsen gondja. Mire van hát e bugattát? Már csak megmondom, hogy mi véget nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni-ni-ni, ott az ürge, hű mi fürge, mint szalad. S pillanat, és oda bent van, bent a lyukban. De a mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, és beleönti a veder vizet. Torkig tele lett. A szegény kis űrge egy darabig tűrte, de aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték. És mostan itt van karjaimban, mert te fürge, pajkos űrge, te vagy Laci, te bizony. Köszönjük szépen, Gréti, nagyon ügyes vagy. És most második osztályos Zengő Dórival folytatjuk a sort. Miből van legtöbb a világban? Nagy ünnepséget tartott egyszer Mátyás király. Gyűltek a vendégek szép számmal, voltak ott nemes urak, szép asszonyok, hordták az ételt, folyt a bor, igen jó volt a hangulat. A nagy vigadalom közben valami módon arra terelődött a szó, vajon miből van legtöbb a világban. Bizony mindenkinek volt egy jó ötlete, összehordtak tücsköd, bogarat, ráadásul mindenki szentül hitte, hogy ő mondja az igazi választ. Végül Mátyás megkérdezte a bolondot is, hogy a sok bölcsesség után hadd halljon valami bolondságot is. De bezzeg a bolond rögtön megmondta, orvosból van legtöbb ezen a világon. Nevettek mind az urak, bolondjukból bolond szél fú, eredte a szobádba, pihent ki magadat. Sok lett a jó bor mára, attól beszél zöldet. Ilyen gorombaságokat vágtak a fejéhez az urak, de a bolond nem sértődött meg, tette, amit mondtak neki, ment a szobájába. Hanem alig telt bele egy fél óra, jönnek ám a szolgák a királyhoz, sietve hozzák neki a rossz hírt. Uram, haldoklik a bolond! Felpattant Mátyás, sietett a bolond szobájába, követték az urak is. Mind nagyon megijedtek, mert sokat lehetett nevetni ennek a bolondnak a jó tréfáin. Sajnálták volna, ha elmarad ezen túl a társaságból. Így értek a szobába.
A bolond csak ugyan rossz bőrben volt, a padlón fetrengett, merő görcs volt a teste, csorgott a nyála is a nagy szenvedésben. Az urak alig pillantották meg szegény párát, azonnal kezdték sorolni, mivel lehetne kikúrálni szegény bolondot a nagy betegségből. A piócás embert hozzátok hamar, érvágás, az kell neki, nem elég a pióca. Forró fürdőt készítsetek, inkább a beöntés segítene itt. És még számos gyógymódot felsoroltak, de mielőtt bármi foganatja lett volna a dolognak, felpattant a bolond, és megállt a király színe előtt. Felséges királyom, most így igazságot, ha ebben a palotában ilyen sok az orvos, nem orvosból van legtöbb ezen a kerek világon? Látta már Mátyás, mennyire igaza van a bolondnak? Megkövették érte, hogy az imént úgy kinevették, azzal visszatért a díszes társaság a mulatozáshoz. Köszönjük szépen, Dóri! Most pedig Cibolya Nóri következik. Remélem erre van és hallja. Nem, akkor nem ő jön, hanem vendégeink következnek, a Mátra Aljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, akik domaházi táncokat fognak majd táncolni, de akkor előtte egy pár szót mondok róluk. Idestova 30 éve annak, hogy elődeink hagyományait és népi kultúráját Domoszlón újra megelevenítik, illetve folytatják a most színpadra, illetve hát ide a placra lépő táncosok. Bár a település nem túl nagy, 2000 fős, viszont a kitartó munkának, az elért sikereknek és fellépéseknek köszönhetően jelenleg közel 100 fő táncol 5 korcsoportban, az egész kicsiktől a nyugdíjasokig. Jelenleg több mint 30 fő, 14-31 éves fiatal alkotja a most megmutatkozókat. Az együttes alapítója Kádár Imréné Magdika, művészeti vezetőjük Szabó Zoltán és Dobos Eszter. Majd mondok még róluk információkat, ugyanis többször fogják még látni őket a mai nap folyamán. Következnek tehát domaházi táncokkal a domosztóiak. Thank you.
Fogják tehát látni még vendégeinket, de most újra hazaiak következnek, méghozzá népzenét hallhatnak Bobák Attila, Bobák Tibor előadásában. Kísér a Folt zenekar, aki egyébként is minden zenei műsorszámot, illetve néptáncot kísér. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük Bobák Attilának, Bobák Tibornak. Köszönjük, és néptánccal folytatjuk, méghozzá szatmári táncokat láthatnak a Kisbetyár 2, tehát a hazaiak előadásában. Csak úgy porzott a lábuk alatt a talaj, mint mindig, még fogjuk őket látni ma. Most azonban népdal következik, méghozzá a Kisiglicék előadásában. Este, 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 de szép szerelmes este. De szerelmes kislány voltam az este, rám hajló. Csillag lett volna, mert az égen nem jó ragyogtam volna. Éjfél tájban ott hagynám az eget, felkeresném sejhaj a régi szeretőmet. Éjfél tájban ott hagynám az eget, felkeresném sejhaj a régi szeretőmet. Érik már a búza, sárgul a kalásza. Engem gyaláz a szeretőm anyja. Engem gyaláz, engem tesz a szóba. Szeretem
egészsége. Ne is legyen addig egészsége, míg én nem leszek a fia felesége. Lehullott az akácfa virága, se hideg akar lenni. Azt hallottam, kedves kis angyalom, sej nem akar szeretni. Szeress, kedves kis angyalom, hogy ne legyek ilyen árva, hogy ne tudja senki a faluban, miért van a szívem gyászba. Lehullott az orgona virága, sej tavasz akar lenni. Úgy is tudom, hogy a kis angyalom engem akar szeretni. Szeress, kedves kis angyalom, hogy ne legyek ilyen árva. Úgy is tudják Hévíz falujába, hogy kinek vagyok párja. Szeress, kedves kis angyalom, hogy ne legyek ilyen árva. Úgy is tudják Hévíz falujába, hogy kinek vagyok párja. Árva csanat csípte meg a kezemet, barna legény csalta meg a szívemet. Barna legény, ne csald meg az árva szívemet, én akarom megcsalni a tiédet. Felszántatom a Hévízi főutcát, vetek bele piros pünkösdi rózsát. Közepében magam állok rózsának, aki szeret, majd leszakadt magának. Közepében magam állok rózsának, aki szeret, majd leszakadt magának. Hely, rozmaring, leszakadt rólam az ing, van már nékem kedvesem, ki megvarja az ingem. Hely, rezeda, karcsú a lány dereka, ha karcsú is illeti, barna legény szereti. Hely, gyöngyvirág, lányok, ki a mennyország, magós a csípke bókol, legények ki a pókol. Legényekkel van tele, lányok nem férnek bele. Köszönjük szépen, és annyit szeretnék a lányokról elmondani, hogy jelen pillanatban a jövő heti május 12-i tankerületi versenyre készülnek, és azokból a dalokból hallottak most egy csokrot, amit a lányok egyedül fognak majd ott énekelni. Köszönjük szépen! És mi is köszönjük a kisiglicéknek, és persze felkészítőiknek, Balla Tímeának, és Köles Évát is említsük meg mindenféleképpen. És nagyon büszkék vagyunk a tavaly a Fölszállott a pávát is megjárt lányokra, mindenféleképpen büszkeségeink. Most pedig a domoszlója következnek újra. A tánccsoportról röviden annyit lehet tudni, hogy anno a Jázmin Néptánc Együttes tagjaiként rendszeresen felléptek a község, illetve a megye településein, falunapokon, egyéb rendezvényeken. Számos hazai fellépésen túl jártak már műsoraikkal Ausztriában, Szlovákiában, Franciaországban, Csehországban, Lengyelországban, Németországban, több alkalommal. Berlinben kétszer képviselték hazánkat a Kultúrák karneváján. De léptek már fel Erdélyben az Ezer Székely Leány napján, és a törökországi Burdur városának folklórfesztiválján is. S nyílt már alkalom Finnországban, Olaszországban és Belgiumban is tehetségüket bemutatni. 2006-ban Budapesten a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség keretén belül vehették át az örökségünkért megtisztelő kitüntetést a Falvak Kultúrájáért Alapítvány jóvoltából. 2008-ban a Heves megyéért kitüntető címet vehették át az Egri megyeházán. 2012-ben a Fölszállott a páva című néptáncverseny területi selejtezőin vettek részt. 2013-ban a 8. Martin György Országos Néptáncfesztiválon állták meg a helyüket a csoport tagjai. Következnek tehát ők, Rimóci táncokat adnak elő. Thank you.
Rimóci táncokat láthattak tehát a Mátraaljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület előadásában. Most pedig Stefán Boldizsár következik, aki harmadik osztályos, és mesét mond nekünk. Miért alszik a medve télen? Réges-régen történt ez, amit most itt elmesélek. Egy tavasszal a világ leghatalmasabb rengetegének közepén. Összegyűlt valamennyi állat, hogy megválasszák az erdei méhkaptárok őrét. Ugyanis a méhek panasszal fordultak az erdő lakóihoz, méghozzá azzal, hogy valami ismeretlen tolvaj dézsmálja a mézüket. Ott volt valamennyi állat, aki számított az erdőben. Ott volt az ezermester harkály, ott volt a róka, ott voltak az őzek, ott volt a farkas. Egy hosszú fülű nyúl vezette az értekezletet. Azért gyűltünk itt össze, pislogott álmosan, hogy megválasszuk az erdei méhkaptárok őrjét. Ki vállalná ezt a nemes megbízatást? Senki sem sietett jelentkezni, mert mindenkinek épp elég dolga volt az erdőben. Az állatok között ott volt Miska a medve is, új pompás barna öltönyében. Hát, hogyha senki se vállalja, dörmögte, hajlandó vagyok meghozni az áldozatot az erdő lakóinak kedvéért. Közfelkiáltással nevezték ki Miskát az erdő mézeinek őrévé. Méltóság teljesen szorgalmasan látta el a feladatát, legalábbis ezt híreztelte magáról, mert bárki a kaptár közelébe merészkedett, azonnal elzavarta. Mindez a nagy fáradtság hiába való volt, mert pár nap múlva a méhek megint elmentek az állatok tanácsára, és jelentették, hogy valami ismeretlen tolvaj érthetetlen módon még mindig dézsmálja a mézüket. Naponta egyre kevesebb lesz, és minél gyorsabban járjanak utána az ügynek. Egy reggelen három kiküldött, egy nyúl, egy róka és egy veréb, anélkül, hogy Miskának szóltak volna, kimentek leltárt készíteni. A veréb repült előre, méghozzá olyan csendesen, hogy Miska észre se vette. Bezzeg, ha észreveszi, biztos abba hagyja a torkoskodást, mert mondanom se kell, hogy ő volt az erdei tolvaj. A veréb sietve visszarepült, és értesítette a rókát és a nyuszit. Ők pedig rögtön összehívták az állatok tanácsát, és Miskát megfosztották a mézőrzői tisztességétől. Sőt, büntetésből egész tavaszig a barlangjába száműzték. Azóta alszik, mert mi más is csinálhatna a medve egész télen át a barlangjában. De hát attól, hogy eltiltották, ő még szereti a mézet, és ha megtalálja, nem veti meg, megeszi. És még manapság is jól a mézes köcsögök aljára néz őkelme. Várjál, Boldi, ne szaladj el. Szeretnénk megköszönni neked is, hogy itt jártál és mesét mondtál. Újabb mese következik. Majoros Zsanett. Bolond falu. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy bolond falu, ahol bolond emberek éltek. Történt egyszer, hogy egy helyi fiatalember egy igencsak csinos, igencsak magas fiatalasszonyt vett feleségül. Hát, az esküvő végeztével mentek volna, de látták, hogy a mennyasszony magasabb az ajtónál. Elkezdtek tanakodni, hogy mi legyen. Azt mondta az egyik, szedjük le a mennyasszony lábát, akkor nem veri be a fejét. Azt mondta a másik, nem úgy van az, a fejét kell levenni, hiszen az van túl magasan, nem a lába. Odaért ekkora már a bíró is, jól felmérte a helyzetet, majd azt tanácsolta, hajoljon meg a menyecske, akkor talán befér.
Erre az okos tanácsra meg is hajolt a menyecske, be is fért. Szétoszlott a tömeg, a bíró elindult hazafelé. Útközben látta, hogy az egyik fa nagyon kiszáradt a forró nyárban. Septében összehívta hát a falut, és kiadta a parancsot. Látjátok, emberek, még egy-két nap, és ez a fa kiszárad és elhal. Gyorsan, vizet kell neki szerezni. De hát hogyan szerezzünk neki vizet? Kérdezgették az emberek. A fának nincs szája, nem tudja meginni, amit ide hordunk neki. Ennyi, de ostobák vagytok, kiáltott rájuk a bíró. Hát a fa a gyökerével iszik, nem a szájával, hiszen az nincs is neki. Csak hát messze innen a folyó, nem ér el addig a gyökere. Gyorsan, álljatok be a fa mögé, és toljátok bele a folyóba, hogy a gyökerei vizet kapjanak. Na, beálltak az erős emberek a fa mögé, mások pedig kötelet kerítettek, azzal húzták. Addig tolták, addig vonták, amíg az a szerencsétlen fa nagy nyikorgással ki nem fordult a földből. Ej, ti bolondok, hát végképp tönkre tettétek a fát, jajgatott a bíró. Most az egész világ rajtunk fog röhögni, azt mondják majd, hogy olyan ostobák vagyunk, hogy még csak egy fáról sem tudunk gondoskodni. Fölszólaltál már a falu öregje? Hát ne hagyjuk, hogy így legyen. Hajtsunk végre valami dicsőséges tettet, akkor majd arról beszél az egész világ, nem pedig erről a szerencsétlen esetről. Megörventek a falusiak, hátba veregették az öreget, hogy milyen jó kitalálta a dolgot. Csak hát mi legyen az a tett? Hoppá, pattant ki az ötlet a bíró fejéből. Gyűjtsük össze a falu összes hordóját, vigyük fel a hegyre, majd a hegytetőn építsünk belőlük tornyot. Én majd a torony tetején állok, és addig rakjuk a tornyot, amíg el nem érem a holdat. Ez aztán dicsőtett lesz. El is kezdték rakni a tornyot. A bíró állt a tetején, kézről kézre adogatták föl neki a hordókat, ő pedig mindig a legfelsőre állt. Egy idő után azonban nem kapott több hordót. Hát mi van? Miért nem adjátok a hordókat? Kiáltott le. Bíró úrunk, elfogytak a hordók! Semmi gond, vegyétek ki a toronyból a legalsót, azt adjátok fel. Na, a bolond falusiak kivették a legalsót, mire úgy összedőlt, úgy szétgurult a torony, hogy a bírónak keze lába tört. Ha a keze lába ki nem tört volna, az én mesém is tovább tartott volna. Köszönjük szépen, Zsanett! És van még egy mesemondónk, a negyedik osztályos Brekvazita. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, élt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Egyszer a király kihirdetteti az egész országban, hogy annak adja lányát, s fele királyságát, bárki fia borja legyen, aki valami olyat tud mondani, hogy ő aztán ne higgye. Meghallja ennek a hírét a szegény ember, s mondja is a fiainak. Na fiaim, menjetek, próbáljátok szerencsét, hát ha megsegít az Isten. A nagyobbik és a középső fiú azt mondták, hogy ők már csak itthon maradnak, túrják a földet. Na de a legkisebb fiúnak kétszer sem kellett mondani, ő már indult is a király városába. Mikor odaér a király udvarába, tele van az udvar, királyúrfikkal, hercegekkel, grófokkal, bárókkal, minden rendű és rangú legényekkel. Mondottak azok mindent, egyik nagyobbat a másiknál, de a király mindent elhitt. Mikor aztán nagy szégyenkezve mind eltakarodtak, és kitisztult az udvar, fölment a szegény legény, s köszöntötte a királyt illendőképpen. Adjon Isten jó napot, király úr, királyom! Hát, adjon Isten, szegény legény! Hát, te mi áradban vagy itt? Én bizony szeretném felségül venni a király kisasszonyt. Én ezt elhiszem, fiam, de miből tartanád el? Hát, van egy kicsi földünk, meg van két ökrünk, meg egy tehenünk is. Én ezt elhiszem, fiam. De a minap akkorára nőtt az udvarunkban a trágyadom, mint egy torony. Hiszem, fiam, hiszem.
Ezt a nagy trágyadombot a két bátyámmal mind kihordottuk 3 nap alatt egy taigán. Hiszem, fiam, hiszem. Hogy ne hinném? Azám csak, hogy nem a mi földünkre hordottuk, hanem a szomszéd földjére. Mikor ezt észrevettem, hazamegyek, s mondom az apámnak, hogy mi történt. Kimentünk 4-en, megfogtuk a földnek a 4 sarkát, felemeltük, és a mi földünkre borítottuk. Én ezt elhiszem, fiam, még ha nem is mondod. Aztán bevetettük a földünket búzával. Hiszem, fiam, hiszem. Nőtt abból a búzából akkora nagy rengeteg erdő, hogy olyat még felséget sem látott. Azt mondja az apám, én nem vágom ki ezt a rengeteg erdőt, hanem veszek mellé egy csorda disznót, s majd azzal megetetem a makkot. Hiszem, fiam, hiszem, hogy ne hinném. Azám csak, hogy a disznó csorda mellé pásztor is kellett. Hiszem, fiam, hiszem. Mit gondol felséges királyom? Kit fogadott fel az apám? Hát felségednek éppen az öreg apját. Hazudsz, te akasztófára való! Kiáltott nagy haraggal a király, de hiába már elszólta magát. Egyszerűen papot hivatott, és a leányát hozzáadta a szegény legényhez. Csaptak aztán nagy lakodalmat, folyt a bor Hencidától Vancidáig. Mindenki kapott valamit, aki oda került. Én is kaptam egy csontot, s azzal elszaladtam. Itt a vége, fussál véle! Nagyon köszönjük, Zita! A Mátraaljai Hagyományőrző Egyesület következik újra. 2015. szeptemberétől a táncosok önfenntartó módon az önkormányzat támogatása nélkül a Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület és a Mátraaljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület keretein belül folytatják tovább a munkát. A szervezetek töretlenül segítik az alapszabályban és célokban kitűzötteket, valamint továbbra is támogatja a szívből, lélekből táncolókat, akik önmaguk és mások szórakoztatására is elhivatottan próbálják a maguk módján és lehetőségeikhez képest a legmagasabb szinten a magyarság kultúráját közvetíteni. 2016. januárjában Detken és a nagy érdeklődésre való tekintettel márciusban Gyöngyösön is megrendezték a 30 éves jubileumi önálló táncos gálájukat. Most tyúkodi táncokat táncolnak nekünk. Oh,
voltak, tehát a Mátraaljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek hozzánk, egy pillanatra maradjatok, és szeretnénk ide kérni még Szabó Zoltánt is, a művészeti vezetőteket. Szóval ezért próbálunk kitekinteni, hogy ne csak Galgamentét lássuk, hanem látsuk a Mátra vidékén is a táncokat, és hogy kulturálisan mennyire szeretünk fejlődni, nyilvánvaló nem az első alkalom lesz, hogy nálunk lesztek, mert vannak hál' Istennek programjaink, és szeretjük az ilyen mosolygós fiatal lányokat és fiúkat, akik fölmennek, és teljesen mindegy nekik, hogy színpadon, vagy éppen autentikusan egy füves udvaron kell táncolni, teszik a dolgukat, azt, amit élveznek, és amit imádnak csinálni szabad ideigben, hobbiukban. Nagyon gratulálok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és várunk titeket máskor is. Köszönjük. A Folt zenekar, igen, nagy taps nekik is, köszönjük. A műsorunknak azonban még nincs vége, ugyanis mese következik újra, méghozzá Pintér Zsoltot, a Galgamenti Művészek Egyesületének elnökét hallhatják. Hát először is nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindenkit ezen a csodaszép napon. A Jóisten is ránk mosolygott, hogy így szépen kisütött a nap, pedig még, ha jól láttam, azért az eső is esett ma délelőtt. Na hát, ha már így megemlítettem a Jóisten, hogy milyen szép időt teremtett ide nekünk, akkor, ha megengedik, egy jó, igaz történetet hoztam ide kegyelmeteknek. Mert úgy volt, hogy abban a régi szép időkben, amikor a Jóisten megteremtette ezt a földet, megteremtette a növényeket, az állatokat, megteremtette az embert is, de megteremtett két állatot, a kutyát meg a macskát azért, hogy ők szolgálják az embert. Aztán, hogy volt, hogy nem volt, azt én nem tudom elmondani, de valahogy a macskákat beengedték a házba, az mindig benn volt a házba, a kutya meg kinrekedt az udvaron. Na nem mondom, hogy ilyen szép idő volt, nem volt ott semmi baj. De aztán, amikor jött a hideg, a tél, hát a macska bement a házba, felkuporodott a kemence sarkára, a kutya meg csak vacogott valamelyik odúban. Máha jutott neki egy odú. Talán be tudott búni a szalmába, szénába. Hanem aztán, mikor esett az eső, hát a macska bement, ő neki volt fedél a feje fölött. A kutya megint csak ide bút, oda bút, esett rá az eső. Ha fújt a szél, a macskát megvédte a háznak a fala. A kutyát bezzeg, innen-onnan elbújt talán egy fatövibe, hogy ne fújja őt a szél. Hanem azt megmondom, nem tetszett ez a dolog a kutyáknak. Már tudták ők jó, hogy a jó Isten igazságosnak teremtette meg ezt a földet. Ha de mit évők legyenek már? Arra jutottak, hogy ők bizony elmennek a jó Istenhez panaszra. Ahogy gondolták, úgy is tettek. Szépen elmentek, odajárultak mind a jó Isten elé, aztán mondották, drága jó Isten, hát te igazságosnak teremtetted ezt a földet. Hogy van az, hogy mi mindig kín vagyunk, ha esik, ha fúj, a macskák meg bemehetnek a házba. Mi azt kérjük tőled, drága jó Isten, hogy tégy igazságot a földön, s törvénykezzél már, hogy a mai naptól kezdve egy hónapig a macskák, aztán egy hónapig a kutyák lakhassanak a házba. Bólogatott a jó Isten, hát az igazságosnak tűnik, ugye? Na mindjárt odarendelte a macskákat, s törvénykezett is. A mai naptól kezdve egy hónapig a macskák, aztán egy hónapig a kutyák lakhatnak a házba. Tehát a szó elszáll, az írás megmarad, nem véletlenül van nekünk Bibliánk is, hogy mindig tudjunk emlékezni a jóra. Így aztán a kutyák kérték a jó Istent, hogy szépen foglalja ezt egy kontraktusba. Na úgy is történt, a Jóistennek volt ilyen finom papírosan, nem ilyen, mint amit most a papírbótokban lehet venni, hanem olyan finom, olyan mártott, vastag, tudják milyen az. Na arra szépen leállítja a Jóisten, hogy a mai naptól kezdve egy hónapig a macskák, aztán
egy hónapig a kutyák lakhatnak a házba. Na, azt mindjárt oda is adták a kutyáknak, a kutyák meg a macskák szépen visszatértek a földre. Hát az volt a papíroson, hogy egy hónapig a macskák, egy hónapig a kutyák, így aztán a kutyák előre engedték a macskákat. Teljen le nekik előbb az egy hónapjuk. Hát de mit évők legyenek a papírossal? Hát gondolták, macskák mégiscsak a házban laknak, majd ők vigyáznak rá. Oda is adták a papírost, macskák bementek a házba, nézták, ilyen jó verandás ház volt, szép boronával, úgyhogy oda az egyik gerenda fölé felrakták a papírost, oda elrakták, hogy majd egy hónap múlva meg lesz. Nem is volt semmi baj, csak telt múlt az idő. Egyszer csak azt a finom papírost megtalálták a férgek, az egerek. Ahogy ott jöttek, mentek fönt a gerendánál, megtalálták, hát hallják, kentek, mit csinál az egér a jó papírossal. Megrágta, összecsócsálták olyan apróra, hogy talán még egy porszem sem maradt belőle. Így aztán, amikor letelt az egy hónap, a kutyák sorakoztak már az ajtóban, de hát a macskák nem engedték be őket. Mondták, hogy kontraktus hiány, ők maradnak a házba. Éjjjaj, szomorúak lettek a kutyák, hát most már mit évőek legyenek. Hát tönkretették a macskák az ő kontraktusukat. Hát nem tudtak másra gondolni. Elmentek a Jóistenhez. Elmentek megint panaszra. Hogy drága Jóisten, ha lám adtál nekünk kontraktus, törvénykeztél is. De a macskák tönkretették a mi kontraktusunkat, s nem engednek minket be a házba. Kérjük téged, drága Jóisten, törvénykezzél még egyszer, s adj nekünk egy új kontraktust. Ha nem mondom, azért a Jóisten ingatta a fejét. Hát nem vigyáztatok az én kontraktusomra, semmibe vettétek az én törvénykezésemet. Na de hát, rendbe valónak tartotta, odarendelte a macskákat, s törvénykezett még egyszer, kihirdette, hogy a mai naptól kezdve egy hónapig a macskák, egy hónapig a kutyák laknak a házban. Le is vetette ismételten egy papírosra, odaadta a kontraktust a kutyáknak, akkor aztán az állatok visszatértek a földre. Hát igen ám, de mit évőek legyenek a kontraktussal, gondolkodtak a kutyák? Mert azt már tudták, hogy a macskákra bízni a kontraktust nem lehet. Gondolták, volt ott egy szép nagy tölgyfa, ástak a gyökerei között egy mély gödröt, és oda belerejtették a kontraktust, betemették szépen. Aztán várták az egy hónapjukat, mert hát ugye most is az volt a papíroson, hogy egy hónapig a macskák, aztán egy hónapig a kutyák, úgyhogy előre engedték a macskákat. Hát igen ám, de tehet múlt az idő. Egyszer csak megérett a mak, lehullott a tölgyfáról, arra jött egy disznó, az meg aztán szereti a makkot, de az nem csak szereti a makkot, hanem túrni is szeret az orrával. Hát túrt az orrával a disznó, addig, míg kitúrta a kontraktust. Hát aztán milyen állat a disznó, az is, ami a szája ügyébe kerül, azt mind megrágja. Megrágta hát a kontraktust is, ráesett az eső, szétfutta a szél. Úgyhogy mikor letelt az egy hónap, a kutyák hiába akarták kiásni a kontraktust a tölgyfa gyökerei közé. Ott már nem volt semmi. Hát kontraktus hiány a macskák meg nem engedték be a kutyákat a házba. Így aztán mit évőek legyenek a kutyák? Erős szégyelték magukat, azt megmondom. Hát de nem tudtak mást. Elmennek a Jóistenhez. Kérnek tőle új kontraktust, mert hát a Jóisten az mégiscsak jó. Elmentek. Aj, drága Jóisten, úgy szégyeljük magunkat. De hát a disznó tönkretette a kontraktusunkat. Kérjünk téged, törvénykezzél újra, s hagyj nekünk egy új kontraktust. Na hát eléggé rossz hallotta már, Jóisten. Már a második kontraktust veszítették el a kutyák. Így aztán azt mondta a Jóisten, na jó van, kutyák. Még egyszer törvénykezek, de én megmondom most már utoljára. Ha ezt a kontraktust elveszítitek, akkor már minden maradj úgy, ahogy régen volt. Ahogy aztán odarendelte a Jóisten a macskákat, törvénykezett, leírta jó finom papírosra, odaadta a kutyáknak, azok visszatértek a földre,
De hát most is az volt a papíron, egy hónapig a macskák, aztán egy hónapig a kutyák lehetnek a házban. Így aztán a kutyák előre engedték a macskákat, még épp ilyen szép tavaszi idő volt, gondolták, hát akkor nem lehet semmi baj, majd mire meleg nyár jön, addigra majd behúzódhatnak ők is a hűvös házba. Hanem aztán, mi tévőek legyenek a kontraktussal. Mert a macskákra bízni nem lehet. A föld alá, a tölgy vagy a gyökereibe elásni sem lehet. Azt találták ki, hogy volt közöttük egy ilyen szép, erős kutya. Azt úgy hívják bagon, hogy cilinderkutya, nem tudom, tudják-e. Az a legerősebb, a cilinderkutya, ilyen magas, erős, foltos kutya volt. Azt mondták neki, hogy na te cilinderkutya, mi te rád bízzuk ezt a kontraktust, te neked egy hónapig dolgod, más nem akad. Csak erre a kontraktusra vigyázzál. Hát, de se tarisznyája nem volt a kutyának, se egyéb, úgyhogy szépen feltekerték a kontraktust, és odarakták a farka alá, így a farkát rágörbítette, aztán úgy vigyázott rá. Na, nem is volt semmi baj, megmondom úgy, ahogy van, mert ő volt a legerősebb, legügyesebb kutya. Hanem aztán, ahogy telt múlt az idő, ott azért voltak ilyen rossz gyerekek, na nem olyanok, mint akármelyik itt, amelyik összegyűjtek, azok ilyen rossz gyerekek voltak, amelyikek megdobálták a kutyákat, megkergették botokkal, aztán hiába volt ő a legerősebb kutya, csak futásnak erevde. Hanem aztán, ahogy futott, egyszer csak átugrott az egyik kerítésen. Na hát, ahogy átugrott a kerítésen, kiegyenesítette a farkát, kiesett alól a kontraktus. El is veszítette a kontraktust, mert hát szaladt messzire. Azután a hiába kereste, nem találta sehol se a kontraktust. Jaj, gondolta azt a cilinderkutya, hogy mi lesz ebből, ha többiek megtudják, hogy én elveszítettem a kontraktust, az utolsót, amit a Jóisten adott. Hát a többiek azok engem eleve nem megnyúznak. Kis fundálta, hogy ő bizony letagadja, nem mondja meg, hogy ő nála volt a kontraktus. Úgyhogy mikor letelt az egy hónap, a kutyák már örültek, hogy eljött az ő idejük, eljött az ő igazságuk, bemehetnek a házba, mentek a cilinderkutyához, mondták neki, hogy na, adjad elő a kontraktusukat. Én nálam nincsen. Hát hogy ne lenne te nálad? Hát te neked adtuk oda, te vagy a legerősebb, legügyesebb közöttünk. Hát nem nekem adtátok oda, biztos egy másik cilinderkutya volt az. Ma annak itt még sokfajta ilyen foltos kutya, mint én vagyok. Hát, hiába győzködték, ő csak tagadta. Így aztán nem lett meg a kontraktus. Kontraktus híján a macskák nem engedték meg, hogy a kutyák bemenjenek a házba. Így aztán, így van az azóta is. Mióta világ, a macskák mehetnek be a házba. A kutyáknak kint kell lenni az udvaron. Hanem azt azért megmondom, hogy haragszanak a kutyák erőst a macskákra. Mióta világ a világ, ha egy kutya meglát egy macskát, utána szalad, addig üldözi, a macska föl nem szalad a fára, bizisten megfogja a bundájánál, megrázza, még a lelkét is kilehelitán. Hanem azért a nagy háborúságért a macskák is haragszanak az egerekre. Mert amióta világ a világ, ha a macska meglát egy egeret, az utoléri, megfogja, játszik vele, azt még a végén meg is eszi. Hanem a kutyák haragszanak a disznóra is. Mert hát a disznó tette tönkre a második kontraktusukat. Úgyhogy mióta világ a világ, ha egy kutya meglát egy disznót, utána szalad, megugatja fülét, farkát, megtépi neki. Hanem azért azt is el kell mondanom, hogy a kutyák azért bíznak benne, hogy még eljön az ő igazságuk, eljön az ő világuk, s megtalálják az ő kontraktusukat. Úgyhogy azóta is, mióta világ a világ, két kutya, ha valaha találkozik, a legelső dolog, amit csinálnak, megnézik, hogy a másik farka alatt vajon ott van-e az ő kontraktusuk. Hát ennyi volt, mese volt, aki nem hiszi, járjon utána. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. És akkor műsorunk zárásaként a Hazaiak, a Kisbetyár 2 néptánccsoport lép majd ide a tánctérre. Somogyi táncokat láthatnak előadásukban. Thank you.
Kisbetyár 2 néptánc csoport, akikre szintén nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Rengeteg helyen léptek már fel, óriási sikerekkel, és hát itt nálunk mindig. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük felkészítőiknek, Zámbó István Tyupinak, Hajdúsa Roltáregének,
Balla Tímának és Balla Zoltánnak. Saci, ha erre vagy valahol, akkor szeretnénk kérni, hogy vedd át az emléklapot. Nincs is egy kicsit meglepődve, ugye? Nem számított rá, de mi viszont nagyon örülünk, hogy a községünkbe érkeztek és itt élnek velünk együtt, mert nemhogy csak a néptáncba tud nekünk besegíteni, hanem van egy lovas udvarunk, egy házam udvara, ahová most már lovagolni járnak az emberek, és nagyon jó délutánokat töltönek el különböző foglalkozásokon és egyéb programokon. A Kisbetyár Tánc Együttesnek folyamatosan megköszönöm azt a tevékenységét, amit tesz itt a községbe. Azért is örülök nekik, hogy együtt vannak és többen vannak ők, mert idénre is nagyon sok feladatot szántunk nekik, és azért az a munka, amit ők itt elvégeztek folyamatosan dolgozva, beérik, hiszen a nyáron azért Lengyelországba szerepelünk, ha egy kicsit mód lesz rá, akkor elmegyünk Erdélybe, tehát folyamatosan vannak programjaink, és nagyon örülök, hogy még itt vagytok és táncoltok, meg mosolyogtok, ez meg a főleg az a jó, amikor mosolyogtok. Azt hiszem, hogy el kell mondjam, hogy véget ért a kulturális műsor, amiben megpróbáltunk belefonni költészetet, hagyományőrzést, táncot, rengeteg mesével, és elérkezett annak az ideje, hogy finálét mondjunk, de egy táncház következik, amire szeretettel várunk mindenkit, és mulassanak velünk együtt, és akinek most per pillanat még nincs kedve ehhez, akkor viszont hátul várják a főzősök, és lehet gulyás, csilis babot és egyéb dolgokat enni, ahol megkóstolhatják azt, hogy kik mindenki dolgozott ezen a délutánon. Köszönjük szépen, hogy részt vettek velünk, folytatjuk a táncházzal, és bízunk benne, hogy jövőre is látogatnak minket. Thank you.